Választán sok. Klaus Johannis nem kér a személyre szabott törvényből, amely lehetővé tenni, hogy indulhasson a parlamenti választásokon, mint fogalmazott, gondoskodni fog arról, hogy ilyen jellegű törvény ne létezzen Romániában. Útadó. Jóváhagyta kedden a parlament alsóháza az útadó árának emelését célzó jogszabályt. A rendelkezés 2026-tól lép érvénybe. Becslések szerint a gépkocsi vezetők 30%-kal többet fognak fizetni. Csalás. Meghamisították az italcsomagolások visszaváltási rendszerében használt utalványokat, mintegy 300 000 lejes kárt okozva ezzel egy kiskereskedelmi üzletláncnak. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! Füstbe ment tervnek bizonyul a Nemzeti Liberális Párt által kezdeményezett törvénymódosítás, amely lehetővé tenné az államelnök számára, hogy megpályázza a szenátori tisztséget, anélkül, hogy lemondjon jelenlegi mandátumáról. Klaus Johannis ugyanis nem kér a személyre szabott törvényből, és azt mondta, gondoskodni fog arról, hogy ilyen jellegű törvény ne létezzen Romániában. A Nemzeti Liberális Párt a múlt héten kezdeményezte azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében Klaus Johannis államfő indulhatna a december 1-i parlamenti választásokon, és ehhez még a jelenlegi mandátumáról sem kellene lemondania. A kezdeményezés nagy port kavart egyrészt a sajtóban, másrészt a politikai porondon. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke az elsők között volt, aki világosan kimondta, nem támogathat a szövetség egy olyan törvényt, amely egy szeméről szól csak, és így minden bizonnyal alkotmányellenes. A koalícióban egyenesen puskaporos helyzetet teremtett a kezdeményezés, főként azt követően, hogy a PSD vezető testülete is egyöntetűen úgy döntött, nem támogatja a törvénymódosítást. Az ügyben Klaus Johannis államfő álláspontját is kikérték. Egyértelműen kijelenthetem, hogy nem akartam törvényt a magam számára. Nem akarok törvényt magamnak, és biztosra mondhatom, gondoskodni fogok arról, hogy ez a törvény ne létezzen. Nem lehet egy személynek törvényt alkotni, azt hiszem, nagyon világosan fogalmaztam. Röviden, ez a törvény nem fog létezni, én nem is akarom, hogy létezzen, tette hozzá Klaus Johannis államfő. Drágul az útadó Romániában, ugyan személygépkocsik, mint a szállításra használt gépjárművek esetében. A vonatkozó jogszabálytervezetet elfogadta a képviselőház plénuma. A jó hír, hogy az áremelést csak 2026-tól vezetik be. Jóváhagyta kedden a parlament alsóháza az utadó árának emelését célzó jogszabályt, amelynek hátterében egy Európai Uniós szabvány áll, és Romániában is életbe kell léptetni. A célja, hogy a szennyezésért fizessen a gépjárművezető. Becslések szerint a gépkocsi vezetők 30%-kal többet fognak fizetni, a szállítók esetében az érintettek a megtett kilométerek függvényében fognak fizetni. A konkrét, az újjárak kiszámítási mechanizmusát a közlekedésügyi és a belügyminisztérium kell kidolgozza 2025. március 31-éig. Az RMDS szerint környezetvédelmi szempontból fontos ez a törvény, azt viszont kifogásolták a képviselőházban, hogy ellentétben az unió többi tagállamával, Romániában az országutak használataért is fizetni kell az útadót, a befolyt pénzösszeget pedig nem arra fordítják a hatóságok, amire kellene. Annak idején úgy volt kitalálva, hogy ebből fogunk majd autópályákat építeni, hát én megkérdeztem, hogy mire használták ezt a pénzt eddig, amióta létezik az útadó, de még egy kilométer autópályát se építettek abból, úgyhogy minden másra használják, csak amire ki volt találva, nem. Tehát itt kéne inkább módosítani, hogy a gyorsforgalmi utakon és az autópályákon kelljen útadót fizetni, a nemzeti utakon pedig ne kelljen útadót fizetni, hisz úgy van az egész unióban. Az, hogy konkrétan mennyivel drágul majd az útadó, 2025. április 1-én derül ki, az intézkedést pedig 2026. január 1-től ültetik gyakorlatba. Szeptember 27-én indul, október 9-én zárul az idei Zöldház program. Ennek keretében legtöbb 30 000 lej támogatást lehet szerezni. Ehhez a pályázónak 3 000 lejes önrészsel kell rendelkeznie. A pályázathoz 4 dokumentumot kell feltölteni az elektronikus rendszerbe. Indul a Zöldház program, amelynek keretében napelemrendszerekre pályázhatnak magánszemélyek. Szeptember 27-én a kolozsvári, bihari, szatmári régiók tehetik le pályázataikat, 30-án a székelyföldi megyék, Brassó és Beszterce megyével, majd október 8-án a Temes és Arad régiók következnek.
A pályázathoz 4 dokumentumra van szükség, egy telekönyvkimondatra, egy személyazonosság igazolványra és 2 igazolás, hogy nem tartozik az államnak, illetve az önkormányzatnak a pályázó, és a lakcím meg kell egyezzen a telekönyvi kivonatban szereplő címmel, tehát a tulajdonos ugyanazon a lakcímen kell lakjon. Újabban a környezetvédelmi alap nem engedi, hogyha cég, illetve engedélyezett magánszemély van működésre bejegyezve az illető címre, akkor pályázhasson. Ez egy rossz döntés, de sajnos ezért már nem tudunk változtatni. Ugyancsak rossz döntés az, hogy nem engedik, hogy az előző alkalmakkor pályázó személyek akkumulátort vásárolhassanak. A mostani pályázatban kötelező a tározó kapacitás megvásárlása, az akkumulátor megvásárlása. Egy pályázó legtöbb 30 ezer lejes támogatást igényelhet, ehhez azonban rendelkeznie kell 3 ezer lejes önrészsel. A környezetvédelmi alapkezelő tájékoztatása szerint idén rekord összeget, mintegy 2 milliárd lejt szánnak a programra, így országszerte hozzávetőlegesen 67 ezer házra kerülhet napelem. Részleges adóamnesztiában részesülhetnek úgy a fizikai, mint a jogi személyek. A Román Posta fontos szerepet játszik majd ebben, döntött a Csoláku kabinet. Jóvá hagyta a kormány a Román Postával való együttműködés jogi keretét, amelynek értelmében a postások kézbesítik az adóamnesztiáról tájékoztató leveleket, és a címzettek kifizethetik nekik az adóhátrálékukat. A postások várhatóan már a jövő héten elkezdik a tájékoztató levelek kézbesítését. A Román Posta először egy értesítést fog kézbesíteni az érintetteknek, amelyben rögzítve lesz, hogy melyek azok a feltételek, amelyek révén kedvező körülmények között törleszhetik adótartozásaikat. Ugyanakkor mindazok, akik készpénzzel vagy bankkártyával szeretnék törleszteni tartozásukat, megtehetik majd a Román Posta közvetítésével, vagy a privát virtuális térben is intézhető az ügylet. A kormány szeptember elején fogadta el az adóbehajtás hatékonyságának növelését célzó sürgősségi rendeletet, amely a részleges adóamnesztiáról is rendelkezik. A jogszabály értelmében mentesülnek a kamatok és a büntető kamatok kifizetésével alul azok a cégek, amelyek 2024. november 25-ig törlesztik az adótartozásaikat. A pénzügyminisztérium adatai szerint a részleges adóamnesztia mintegy 330 ezer vállalatot érint, amelyek közel 33 milliárd lejjel tartoznak az államnak. Az 5000 lejnél kisebb adótartozással rendelkező magánszemélyeknek csak az adósság felét, 5000 lej felett pedig a 25%-át kell kifizetniük, amennyiben november 25-ig önkéntesen törlesztik tartozásaikat, és így mentesülnek a kamatok és a büntető kamatok kifizetése alól is. Az adatok szerint az intézkedés közel 850 ezer adófizetőt érint, akik összesen 39 milliárd 200 millió lejjel tartoznak az államnak. Fokozatosan apad a Duna magyarországi szakaszán. Romániát az előrejelzések szerint október 1-én éri el az árhullám, másodpercenként 8000 köbméternyi lesz a vízhozam. Csökken a Duna vízhozama, keddéjjel elhagyta Magyarország területét az árhullám csúcsa, és a folyó teljes magyarországi szakaszán megindult az apadás. Romániát a korábbi előrejelzéseknél egy nappal később, október 1-én éri el az árhullám csúcsa. A vízhozam a romániai határnál szerdán 6600 köbméter volt másodpercenként, ami a sok éves szeptemberi átlag közel duplája. A folyam felső szakaszain csökkenő vízhozam miatt Romániában 8000 köbméteren fog tetőzni az árhullám. A szakemberek szerint a helyzet kezelhető, azonban szükség van a maximális vészhelyzeti készültségre. Ami a Dunát illeti, a maximális vízhozam az ország határánál, Báziásnál, ahogyan azt már korábban is mondtuk, nem fogja meghaladni a 8000 köbmétert másodpercenként. A Duna felső medencéjében való apadás és az elkövetkező napokra előrejelzett csapadék következtében 7700 és 8000 köbméter per másodperc közé becsüljük a vízhozamot. Azt is hozzátette, hogy az országot egy újabb ciklon fogja érinteni szeptember 30 és október 3-a között, különösen az ország déli és középső részén lesz érezhető hatása. Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófa védelmi főosztályának vezetője szerint mindenre fel kell készülni.
A hatóságok készítsék fel a lakosságot, hogy a szükséges dolgok legyenek előkészítve egy táskában, hogy ne menjenek vissza papírokért, pénzért, gyógyszerekért. Az önkormányzatok készítsék fel őket arra, mi a teendő, ha evakuálásra kerülne a sor, még akkor is, ha minimális ennek az esélye. El kell magyarázni a lakosságnak a községekben, a falvakban, hogyan kell viselkedni evakuálási parancs esetén. A meteorológiai szolgálat jelentése szerint vasárnaptól a lehűlést záporok is erős szél fogja kísérni, rövid idő alatt nagy mennyiségű, akár négyzetméterenként a 100 litert is meghaladó csapadék várható. Gyűjtést szervez a Galac megyei árvízkárosultak megsegítésére a Hargita megyei önkéntes tűzoltók egyesülete. A szervezet önkéntesei a helyszínen segítettek a szeptember közepén történt katasztrófát követően. A bajba jutottak kérésére pedig úgy döntöttek, hogy megpróbálnak adományokkal is hozzájárulni a nehéz helyzet orvoslásához. A következő napokban, hetekben gyűjtés zajlik minden Hargita megyei önkéntes tűzoltó egyesületnél, mondta el Albert Csaba, a Hargita megyei önkéntes tűzoltó egyesület elnöke. A szervezet tagjaiból álló csapat a szeptember 14-i árvízkatasztrófát követően a helyszínen segített a bajba jutott családoknak, így saját szemükkel is látták, milyen nagy a baj. Tisztítószerek kellenek nekik, élelem nélkül, ugye amúgy is eléggé érdekes vidék, ott Galac, Vaszlúj, ott az a része, és teljesen élelem nélkül maradtak az emberek, és amihez tudnak folyamodni elsősorban, amivel a túlélésüket tudnák biztosítani, az tényleg a pityóka. Úgyhogy erre lenne inkább szükségük. Aki segíteni szeretne tehát tisztítószerekkel is, elsősorban burgonyával támogathatja az árvízkárosultakat. Az adománycsomagokat Hargita megye bármely tűzoltó egyesületénél le lehet adni a következő hetekben. A megyei szervezet pedig összegyűjti a felajánlásokat és eljuttatja a bajba jutottaknak. Újabb módszerrel játszották ki a betétdíjas visszaváltási rendszert. A román rendőrség az utalványok megsokszorosítása és az azokkal való visszaélés miatt folytat nyomozást. Egyre többször próbálják meg kijátszani a betétdíjas visszaváltási rendszert, míg korábban arról lehetett hallani, hogy egyesek hamis címkéket ragasztanak olyan palackokra, amelyek nem visszaválthatóak, és ezeket váltják vissza 50 baniért cserébe. Addig most az italcsomagolások visszaváltási rendszerében használt utalványok sokszorosítása és ezekkel való visszaélés után nyomoz a román rendőrség. Tavaly november óta működik a betétdíjas visszaváltási rendszer, ez idő alatt pedig több csalási kísérlet is napvilágot látott. A legújabb az italcsomagolások visszaváltási rendszerében használt utalványokkal kapcsolatos. Voltak, akik megsokszorosították ezeket, majd egy élelmiszerüzletláncnál felhasználták az azonos kóddal ellátott értékjegyeket, mintegy 300 ezer lejes kárt okozva a gazdasági egységnek. Az ügyben csalás, okirathamisítás és hamis okiratok felhasználás miatt indított büntető eljárást a román rendőrség. A rendszer egyik árnyoldala, hogy nem működik hibátlanul. Ezt kihasználva a csalók folyamatosan azon dolgoznak, hogy kijátsszák azt. Szeretném tisztázni, hogy nem a betétdíjas visszaváltási rendszert, hanem egy kereskedőt vertek át, ugyanis minden kereskedő üzletlánc rendszerének biztonságán múlik, hogy ne használják fel újra ugyanazokat az utalványokat. Hozzátette, reméli, hogy a hatóságok elvégzik kötelességüket és igazságszolgáltatást nyújtanak, ugyanakkor a kereskedő kijavítja majd az észlelt hibát a biztonsági rendszerben, hogy több ilyen eset ne fordulhasson elő. A betétdíjas visszaváltási rendszert működtető vállalat adatai szerint augusztus 1-én a visszaváltott italcsomagolások száma meghaladta az 1 milliárd 300 milliót, az ösztömegük pedig meghaladta 90 ezer tonnát. Mesterséges intelligencia és energiahatékonyság együtt a fenntartható jövőért. Ezzel a címmel tartott ma konferenciát Marosvásárhelyen a Romániai Magyar Üzleti Egyesület. A szakértők praktikusan közelítették meg a mesterséges intelligencia kérdéskörét, ugyanakkor a résztvevők nem csak sikertörténeteket hallhattak.
A mesterséges intelligencia is az energiahatékonyság tematikája köré épült a Romániai Magyar Üzleti Egyesület csütörtöki Marosvásárhelyi konferenciája. Az RMÜ elnöke Diósi László a konferencia tematikája kapcsán kifejtette, az energia kérdése a vállalkozásokat egyik leginkább érintő terület. A konferencia szakértői segítségével megvilágosodhat a közeljövő, ami a bizonytalanságok tükrében igencsak érdekli a vállalkozókat. A mesterséges intelligencia témája már nem volt ilyen egyértelmű, régóta óckodtak tőle, mert úgy tűnik mindenki erről beszél. Mi viszont megpróbáltunk egy olyan keretet adni neki, ahol a igazán nagy sikertörténetek helyett megnézzük a dolgoknak a hátterét. Milyen kudarcok vannak a bevezetésében, milyen problémák jelentkeznek. Mit jelent az, hogy a mesterséges intelligencia manapság már manapság luxus? Egyébként a konferencia címében a luxus nem arra vonatkozik, hogy luxus lenne a mesterséges intelligencia használata, hanem pont az ellenkezőjére, ha valaki kimarad belőle, az a luxus. A konferenciára minden területről a legjobb szakértőket hívták meg, amint egy 100 résztvevő megtudhatta, miként alkalmazták ők a mesterséges intelligencia különböző lehetőségeit, milyen nehézségekkel szembesültek, miként vezettek be különböző mesterséges intelligencia modulokat, miben volt hasznos, illetve mi nem bizonyult sikeresnek. Előadások, kerekasztal megbeszélések mentén gyakorlati vonatkozásokra is figyeltek. Ugyanolyan konferencia, mint sok más, de sokkal praktikusabb és ráfigyel a nehézségekre is, nem korlátozódik a sikertörténetekre, összegzett Diósi László. Az RMÜ Marosvásárhelyi konferenciájáról Metsze című műsorunkban részletes összefoglalót láthatnak. 3 egymást követő éjszaka 10 Celsius fok alá esett a hőmérséklet Gyergyószent Miklóson, így az előírások szerint be kell indítani a távfűtést. A Gyergyószent Miklósi hő, víz és csatornaszolgáltató közmű a tervek szerint a hétvégéig minden fogyasztónál elindítja a fűtésszolgáltatást. Hétvégéig elindítják a fűtésszolgáltatást Gyergyószent Miklóson. Az előírás szerint 3 egymást követő éjszaka 10 Celsius fok alá kell csökkenjen a hőmérséklet ahhoz, hogy elindítsák a fűtésszolgáltatást. Ez a feltétel teljesült, így kezdődik a fűtés idény. A tervek szerint az idei fűtés szezonban is csak faőrleményből fogják előállítani a hőenergiát. Az elmúlt hetek szeptemberi hűvös időjárása és az időjárási előrejelzések alapján is, amelyek azt mutatják, hogy fokozatos, de erőteljesebb lehűlés lesz, és főleg éjszaka. Emiatt a HVCK úgy döntött, hogy téli üzembe helyezi a hőközpontjait. Annak ellenére, hogy a múlt héten még volt egy-két napos javítás az egyik kazánunkon, már annyira működött a rendszer, hogy igény szerint indítottunk el szolgáltatást. A közmű arra kéri a fogyasztókat, hogy a belső hálózatokon zajló munkálatokat fejezzék be, a rendszereket pedig légtelenítsék a fűtési idény alatt is. Azt is hozzátették, hogy áremelésre nem kell számítani, és a közmű számára kellő mennyiségű faőrlemény is rendelkezésre áll. 4 napra 5 fellépéssel tér vissza Csíkszeredába a Kolozsvári Magyar Opera. Az opera mini évad előzménye, hogy az előző években is teltház fogadta a fellépőket. Csíkszeredában vendégszerepel október 2-a és 5-e között a Kolozsvári Magyar Opera. A mini évadot már hagyományosan kora ősszel tartják a Művészetek Házában. Az opera most már 4 éve betölti a magyar operán keresztül a zenei életünknek az ősz évadát, és ezért fontos, hogy ezt nem csak a csíkszeredaiaknak, hanem az egész székelyföldi magyar közönségnek meg tudjuk szervezni. Idén is változatos repertoárral érkezik az ország egyetlen magyar nyelvű operája. A legfrissebb produkciónk a Jézus Krisztus Szupersztár, amit 2-szer mutatunk be Csíkszeredában. Aztán a klasszikus operák közül az idén a Trubadurt visszük, a musical kategóriába pedig a My Fair Lady-vel zárjuk a minévadot, és bemutatjuk azt az operett gála műsorunkat, amit tulajdonképpen a tavaly szilveszterre készítettünk Kolozsváron. A 60-80 lejes jegyek az eventbook.ro oldalon vásárolhatók meg. Immár hagyománynak számít, hogy az aradi magyar napokon gratulál a magyar előkészítős kisdiákoknak a Rákóczi Szövetség, kiosztva a családoknak a magyar iskola választást elismerő ösztöndíjat. Arad megyében csak nem 150 magyar előkészítő osztályos kisdiák tanul ebben a tanévben.
Az Aradi Kincskereső óvodában készültek ezek a felvételek idén márciusban. Azóta a nagycsoportosok ugyan elhagyták az óvodát, de egymástól nem váltak el, ugyanis együtt érkeztek iskolába is. A szülők örülnek annak, hogy valamennyi család az anyanyelvű oktatást választotta, és együtt maradt a csapat. Az egész osztály, hála Istennek, a Csiki Gergelyt választotta, és nagy része az osztálynak a kincskeresőből van. És már a szülők is összetartóan tudjuk, hogy ki mit csinál, és a csapat is az iskolában is nagyon jól érzik a gyerekek magukat. Itt már az Aradi Csiki Gergely Főgimnázium tanévnyitóján vonulnak be az előkészítősök. Az iskolában pozitívumnak számít, hogy az előkészítő osztályba jelentkezők száma elegendő volt ahhoz, hogy 2. osztályt indítsanak 19-19 gyerekkel. Nagyon jó. Nem, szoktunk emberkéket csinálni gyurmából, meg ragasztózni. A magyar iskola választás fontosságát hangsúlyozták a Magyarországi Rákóczi Szövetség képviselői, amikor az Aradi Magyar Napok keretében átadták a szülőknek a 10 000 forintos egyszeri iskola kezdési ösztöndíjat, megköszönve nekik, hogy az anyanyelvű oktatást választották gyermekeiknek. Minden olyan kezdeményezés, ami arra ösztönzi az itteni magyarságot, hogy a szülőföldjén maradjon és magyar nyelvű oktatást válasszon a gyermekének, hiszen ez a magyar közösség, a magyar nyelv és a magyar kultúra fennmaradásának az áloga, az hozzájárul ahhoz, hogy a magyar oktatás hosszú távon is fenntartható legyen, és legyenek gyerekek a magyar osztályokban Arad megyében is. Szintén a Rákóczi Szövetség jóvoltából tanévkezdéskor az előkészítősök iskolatáskát kaptak ajándékba, amelyet az RMDS támogatásával a Proidentitás Egyesület töltött meg tanszerekkel. Emellett a Rákóczi Szövetség iskolabusz hálózata segíti a diákok utaztatását Arad megyében is. A magyar iskola kezdők köszöntése hétvégén a Temesvári Magyar Napokon folytatódik, ahol a Temes megyei előkészítősöknek gratulál majd a Rákóczi Szövetség. Nagyvárad és Kolozsvár után Marosvásárhelyen mutatták be a Transzilvanizmus eszmék korok változatok című kötetet. A Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Látó Szépirodalmi Folyóirat szerkesztőségének közös rendezvényére a Bernádi Házban került sor szerdán. Történészek, eszmetörténészek, irodalom és sajtótörténészek, írók, költők tanulmányaiból áll össze a Transzilvanizmus eszmék korok változatok című kötet, amelyet szerdán a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Látó Szépirodalmi Folyóirat szerkesztőségének közös rendezvényén mutattak be Marosvásárhelyen. Az MMA kiadó gondozásában megjelent könyvről Boka László irodalomtörténész, a kiadvány szerkesztője és egyik szerzője mesélt a résztvevőknek. Az én egyik hunyt mesterem Csígyi Mesi Éva, akinek, akár csak Pomogács Bélának ajánlottuk a kötetet, ugye ő 80-as években írt egy nagyon fontos nagy eszét, Gyöngy és homok címmel, és ő a transzilvanizmusnak az értékszerkezetét vizsgálta, és azt egészen pontosan, hogy a 80-as évek ezt a fajta vigasz ideológiát, ezt a felmagasztosítását a szenvedésnek, ezt miért gondolja tarthatatlannak. Markó Béla író, költő volt az esemény másik meghívottja, ugyanis az ő egyik írása is helyet kapott a kötetben, kibeszél még Transzilvánul címmel. Általában a Trianon utáni évekhez szoktuk kötni a transzilvanizmus modern eszvéjének a megszületését, akkor, amikor Kós Károly is megírta a Kiáltó Szó című röpiratot, amely arról szólt, hogy minket olyan történelmi helyzetbe hoztak, hogy önállónak kell lennünk, önállóan kell cselekednünk. A szerkesztő minden korosztálynak ajánlotta a könyvet, szerinte ugyanis rengeteg téves és elutasító értelmezés él a transzilvanizmus kapcsán a köztudatban, amit a kiadvány elolvasása segíthet eloszlatni. A napokban Sepsiszentgyörgyön és Temesváron mutatják be a kötetet. Nemzetközi férfi tenisztorna Marosvásárhelyen, sporttal folytatjuk.
Első alkalommal rendezik meg Marosvásárhelyen az Intárod Trophy nemzetközi férfi tenisztornát. A 8 versenynap alatt több mint 100 profi játékos mérkőzik meg egyéniben és férfi párosban. Idén először rendezik meg az Intaro RT és a Román Tenisz Szövetséggel partnerségben az Intaro nemzetközi férfi tenisztornát. Közel 20 országból több mint 100 versenyző érkezett Marosvásárhelyre. A rangos eseményt a Marosvásárhelyi Sziget utca egy szám alatti Forza sportközpontban tartják. A sportesemény elődöntője szombaton zajlik, vasárnap 11 órától pedig a döntőre kerül sor. A szervező és egyben főszponzor Intaro Biztosítási Társaság társtulajdonosa, a marosvásárhelyi születésű Rózsa Mihály Robert elmondta, sokat kapott a szülővárosától, most törleszteni szeretne ezzel a tornával. Romániában van összesen 15-20 ilyenféle turné. Sajnos szerintem az utóbbi 10 évben Marosvásárhelyen nem történt egy ilyen turné. Szóval persze akartuk egy kicsit visszahozni a teniszt, ez egy különleges sport, egy nagyon szép sport. Azt is hozzátette, hogy szeretnék megkedveltetni a gyerekekkel ezt a sportot. Az eseményre zöld kártyát kapott Mihály Alexandru Komán, aki ifjúságiként a 15. helyen végzett a világranglistán. Idén a felnőtt versenyeken próbálja ki magát. A reményeim szerint megmutathatom a világnak, milyen jól tudok játszani, mert ez egy kemény év. A tavalyi év nagyon jó volt számomra, a világ legjobb 15 juniorja között voltam. Az idei év pedig arról szólt, hogy hozzászokjak az olyan jövőbeli versenyekhez, mint ez. Két hete párosban sikerült megtörnöm a jeget, és remélhetőleg a közeljövőben az egyéniben is sikerülni fog. A sportrajongók számára a lehetőség adódik megtapasztalni a mérkőzések intenzitását és szenvedélyét, ugyanakkor izgalmas mérkőzések szemtanúi lehetnek. Eddig tartott a híradó, mutatjuk időjárás jelentésünket is a folytatásban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.